volt vágyom, ez nem tudom színészkedésre, vagy az előadásra, vagy a megjátszásra való vágyom volt, de kívántam központba lenni, tehát hogy figyelem központjába lenni. Viszont nem volt bátorságom. Középiskolában volt egy szuper színjátszó csapat. Volt közel hozzá egy kicsit szerelemnek. Volt egy csaj, akit így kívántam, hogy lássam, hogy hol van. És ez egy tömör 3 év volt, ahol nagyon szép sikereket éltünk meg, mint diák színjátszó csoport. Azt tudtam, hogy van néhány szentgyörgyi kolléga, néhány szentgyörgyi színész, vagyis akkor főiskolások, hogy ha ők ott vannak, hát akkor lehet, hogy én is eljutok oda. Nem tudtam, mi az, hogy... Tehát a színpadot azt, mint ilyen diákbérletes ismertem. Azon túl, hogy volt ez a diák színjátszás, ami mondom, ilyen alternatív tereket keresett. Nem nagyon tudtam a filmről. Tehát, hogy film mi az, hogy van, létezik olyan, hogy külön, hogy tehát filmszínészet. Én úgy határozom meg, hogy a 10. előadást után érzem meg azt, hogy hogyan kéne hogy mi is a feladat lényege. Tehát ahol el kell, eltelik, megismered a partner, hogyan, tehát ez egy ilyen jó bor összeér, na, fermentáció. Tehát viszont kamera előtt nem, ott jelen időben kell lenni. Tehát többször volt úgy, hogy elmentem ilyen próbafelvételre, és annyira besűrűsödtem, hogy nem tudtam kiadni magam. És akkor köszönöm 30. szépen, ezt ebből nem lesz jó. Ha azt mondja a rendező, érted, hogy ne, az egész elmész, hazamész, gyere vissza, mert akkor megtörténhet, hogy... Na hát ez alkatkérdés, ez nem van, akinek ez nagyon jól megy. Most már kezdem érezni, hogy vannak forgatókönyvek, amelyek izgatnak, vagy hogy mondjam, amelyek közel állnak hozzám, és vannak, amelyekkel nem nagyon tudok mit kezdeni. Például elmentem egy sorozatba, és blokkoltam. Elmentem, ott állt, mindenki nagyon szimpatikus volt. Elmentem, éreztem, hogy nem tudom, ezt a laza beszélgetek, faszatyávú vagyok. Ez egyszerűen nem megy nekem. Nem ment. Megérzed, hogy a rendező kimondottan veled próbál meg olyan dolgokat, mert amikor visszahív, és azt mondja, hogy most azért vagy itt, hogy kipróbáljak egy női szereplőt. Tehát ez nagyon jó érzés. Tehát mikor már tudod, hogy itt éreztem, hogy akkor én már benne vagyok a filmen, viszont hozzám igazít, vagy velem próbáltat ki más szereplőket. Tehát viszont ugyanez színházban egy társulaton belül nagyon kegyetlen. Tehát mikor ismeritek egymást, és akkor a rendező oda tesz, hogy dolgozzál különböző karakterek, szereplőkkel, vagy színész kollégákkal, hogy ő megnézze, hogy ti hogy működtök. Magyarul sem könnyű. Hát akkor érted, amikor átfordítod, és akkor azt látom magamon, hogy van egy koncentrát, amit kérnek, hogy ne feszüljek, tehát ne koncentráljak. Ezt nem tudom, nagyon nehéz megoldani, mert koncentrálok a szavakra, hogy hogyan illeszem. Na, mert nem, ez nem adja. Tehát ez jó munka, tehát egy challenge, de a Néma esküvő, amit Malajele rendezett, a Nuntamuta című filmben egy jelenetecske van, amikor így pikpakadtak román szöveg. Tehát nekem a nyelv rendbetétele, tehát hogy úgy beszéljek románul, mint hogyha én egy román ember lennék, és akkor nagyon dolgoztam, hogy koncentráltam, 40 fokban le. És oda jött a fickó, és azt mondta, hogy így a homlokomra tette a kezét, és felrázta. És a mai napig emlékszem erre a gesztusom. Egy ilyen, mint ahogy a macskát is megcirógattad, hogy úgy ellazulsz, tudod. És akkor megéreztem, hogy valahol, akkor hogy is van ez, tehát hogy mondod-e, hogy ott ne legyen erő ott, valahogy, akkor lejött ide, tehát hogy így leköltözött. Az a helyzet, van egy kényelem. Mátray Laci, meg nehéz is, tehát hogy mondjam, valószínűleg energiát kéne fektetni abba, hogy ez a csávó ne azt adja, ami ahogy kinéz, vagy hogy mondjam, nem tudom. De például
Márkkal ez történt, hogy ő nem akart úgymond pozitív szereplőt adni. De hát ez azért, én nem félek ettől, mert a színházban dolgoztam már olyan feladatokkal, amelyek úgymond gondolom, nem rá, de azt, senki nem mondta volna azt, hogy eljátsztam Sancho Panzát. Komolyan. Tehát volt egy ilyen. Tragikus dolog előzte meg, tehát nem az volt, hogy eleve így képzelték el, de ha már megtörtént a tragédia, akkor ki valahogy így döntöttek. Hogy mondjam, valahogy ez volt, hogy és akkor voltam Sancho Panza. Hihetetlen. Semmi, tehát nem hiszed el. De én úgy érzem, hogy az előadásban működött. Sokszor, igen, kételkedek, hogy most hogy jó, most fejlődjek, itt van a gyönyörű nagy létezés, lehetőség, érted, és nem mondom, hogy nem követem azoknak az embereknek az életét, akik megpróbálnak kint. Egy picit zavar, hogy kint ki kell menni nekünk, el kell menni, mert mi lenne, ha itt lenne egy ilyen? Mi hiányzik ahhoz, hogy itt legyen? Nem tudom. Szerintem anyag van. Van bennünk egy olyan fajta bátortalanság, nem tudom. Nyilván az infrastruktúra, a pénzek, ezek, de hogy van egy bátortalanság, hogy olyan történeteket szűjünk, olyan történeteket meséljünk el, amelyek mi vagyunk. De ne székelykedjünk, vagy ne transzilvanizmusunkkal jöjjünk, nem tudom. Tehát, hogy nekem sok ilyen kép van a fejemben, tudod, utazok így be a városba, és tudom én, megy a román zenei adó, és akkor én klasszikusok, vagy a rádiókulturális. És nagyon, nagyon, nagyon érdekes ez a szimbiózis, hogy ezt hallgatom, és közben nézem ezt a naplementét, vagy a napfelkeltét, és hogy mit lehetne itt hogy mondjam, kidobni magunkból. Valami pesgést kéne megereszteni, nem tudom. Valamit, de nekem ez esküszöm, hogy a fejemben van, hogy jó lenne. Ha nem arra kéne várjunk, hogy Magyarország, ennél tovább nem merek gondolni, de hogy Magyarország elvigyen minket, vigyen, hívjanak.